Nagy tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Köztér című műsorunkban ezúttal a Székesfehérvár 13-as önkormányzati választókerületébe látogatunk, azaz pontosabban Öreghegy déli részére. Aki kalauzol bennünket, a terület önkormányzati képviselője, nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Horváth Miklós Csabát. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Régen beszélgettünk így, és nagy örömömre szolgál, hogy elfogadtad most ezt a meghívást, és egy kicsit körülnézhetünk Öreghegyen, de talán segítsünk azoknak, akik nincsenek teljesen pontosan tisztában azzal, hogy hogy is válik ketté az Öreghegy a választókerületeket tekintve. Tehát meddig tart ez a bizonyos Öreghegy déli oldal, ami a te területed? Tulajdonképpen ugye az Aszalvölgyi árok az a nyugati része, tehát ez a fiskális út, és a budai és a berényi út, illetve a nagyszombati, ez az öreghegyi két körzet, az északihoz még hozzátartozik Csala, a délihez pedig Kisfalud. És tulajdonképpen a pozsonyi-zsolnai út, ami a két körzetet aztán elválasztja egymástól elméletileg, mert azért beszélő viszonyban vagyunk a képviselőtársnőmmel már elég régóta, tehát nagyon jól együttműködünk, úgyhogy mind a kettőnk számára egy öreg, egy létezik, két körzette. Östör Anna Máriáról van szó, így természetesen. Van, ez a terület, amellett, hogy egy kertváros, amellett idegenforgalmi látványosságokat és sok minden más érdekességet is tartalmaz, ami fontos lehet, de amire először talán oda kéne figyelnünk, hogyha egy kicsit is vissza akarunk tekinteni, az maga a természeti jelenség, amit ad, az, hogy szőlőhegy volt valamikor, azért ez nagyon sokat meghatároz abban, hogy egyáltalán hogy lehet rendben tartani egy ilyen területet? Hát igen, ugye Székesfehérvárnak az a része, ez az öreghegyi rész, amelyik nem mocsárra épült. Ugye szőlőhegynek hívták korábban is, és ugye hát azt mindannyian tudjuk, hogy már római korban is voltak ott szőlőültetvények, és ez így is működött egészen a 50-es, 60-as évekig, amikor igazán elkezdődött a beépítése egész Öreghegynek. Addig is voltak, mi a 30-as években is épültek, tulajdonképpen ott már elsősorban a belvárosi, illetve felsővárosi, alsóvárosi, fehérvári polgároknak a szőlő földjei vagy birtokai voltak kint ugye Öreghegyen, és tulajdonképpen ilyen hétvégi házakat, pincéket, présházakat építettek, és csak a 60-as, 70-es években kezdődött az, hogy kialakult ez a családi házas övezet, ami tulajdonképpen problémát jelentett, az, hogy ugye szőlőhegyből, a dűlőutakból kellett kialakítani azokat az utakat, amik mellé aztán ezek a kialakultak, ezek a városrészi központok is, illetve ezek a családi házas övezetek. Ugye tulajdonképpen a mai napig őrzi azért a szőlőhegy vagy a természetes jellegét ez a terület, és ugye említetted azt, hogy ilyen kirándulóhely és tulajdonképpen egy pihenőhely is. Hát ugye kezdődött azzal, hogy a borijenés ott építkezett, tehát azért vannak nevezetességek, azzal együtt, hogy nem több évszázados visszanyúlási időben lehet beszélni, de az biztos, hogy nagyon szép terület, és hát egészséges pihenésre alkalmas is, de ugye vannak gondok, pontosan abból kifolyólag, hogy miből kellett kialakítani tulajdonképpen a lakóterületet. Kívülálló szemével elég zegzugos, én rendszeresen eltévedek Öreghegyen, amit el tudok képzelni sok mindenben, akár az úthálózat kiépítésében, akár a különböző közművek kiépítésében különleges feladatot tud adni. Igen, tulajdonképpen a fekvéséből adódóan
A közművesítéseknél az jelentett problémát, ugye, hogy elsősorban ugye a szennyvíz vízvezeték kiépítésénél és a többi közműnél is a csapadékvíz ugye az még hátra van, illetve részben kiépült, hogy a messze van a befogadóktól. Tehát ugye a szennyvízcsatornázást és a vízvezeték kiépítést is 1913-ban kezdték el Székesfehérváron. És tulajdonképpen a befejezés majdnem 100 évig tartott, mert 2013-14-ben adtuk át az öreghegyi szennyvízcsatornázást, és tulajdonképpen ugye Maroshegy területén van az a szennyvízterep, az a befogadó, ahova el kellett juttatni ezeket a szennyvizeket. Na most közben van a város, és végül is ugye sokan olyan mostoha gyerekként éltük meg azt, hogy miért ilyen későn vagy utoljára kerül ránk a sor. Hát az az adottság, sajnos a kitettsége ilyen a városnak, hogy először meg kellett építeni a közbűső rendszert, a befogadó részeket, és akkor utána tudtuk a közművesítéseket igazán elkezdeni. Azon kívül, amire utaltuk már, ugye szőlőegyből, dűlőutakból kellett kialakítani, a 4-5 méter, maximum 5 méter széles utakból ugye olyan utakat, amikbe a közműveket el lehetett helyezni. És ez is időbe telett a felszabályozás, tehát itt évtizedes gondokat kellett megoldani. Az utóbbi 10-15 évben, hála Isten, elég együttműködőek voltak a lakók, mert megértették, hogy miről van szó. Persze volt ellenállás, senki sem adja szívesen le a zöld területét, de megértették, és ma már ezzel nincs különösebb gond, úgyhogy folyamatosan terv szerint épül, fejlődik tovább is a városrész. Tulajdonképpen fogunk még a fejlődésről beszélni, de egy picit menjünk vissza 1994-ben, amikor is képviselőként az önkormányzatba elkezdtél dolgozni. Akkor mi volt, ami vezérelt? Mit szerettél volna változtatni Öreghegyen? Vissza tudsz emlékezni rá? Igen, hát elég régen volt valóban. Arra emlékszem, hogy felkértek a Balsai Pistáék, hogy tehát a Fidesz részéről, miután én abban az időben a Körösi úti és a Iszkő úti kertcsoportnak voltam az elnöke, tehát a hobbi kertesek voltam az elnöke, miután közel 5000 embert érintett, 1500 családot tulajdonképpen ez a hobbikert ügy, így eléggé ismert lettem, és akkor a Balsai Pista mondja, azt mondja, hát elég hiteles is vagy, ki is tudsz állni az emberekért, kellenének jelöltek, jön a választás, hogy szeretnénk, hogyha elvállalnád. Hát így kezdődött. Tulajdonképpen ugye én nem akartam nagyon politikus lenni, főleg most sem érzem magam annak maximum várospolitikusnak. Ennek ellenére hát belecsöppentem akkor a sűrűjébe, mert akkor volt, aztán jött az, hogy jött a Horth kormány, és akkor összefogott az ellen, akkori ellenzék, a MDF, Fidesz, a kisgazdák és a kereszténydemokraták, és akkor így közös jelöltként elindultam. És Bobori Zolival ketten indultunk akkor Öreghegyen. És hát nagy terveke és nagy megtiszteltetés volt persze, és a mai napig annak érzem, hogy az ember képviselhet valakit, elsősorban a környezetét, mert ugye én öreghegyi voltam már 85 óta, azóta ott lakunk, és hát nagyon szívesen részt vettem ebben a munkában. Meg tudjuk fogalmazni, hogy mi lehet a titka, hogy egy képviselő ennyi évig, évtizedekig megkapja a lakók bizalmát? Hát a bizalom elsősorban, de egy, hát tulajdonképpen hát hitelesnek kell lenni,
őszintének és elérhetőnek. Tehát nagyon hamar el lehet játszani a hitelességet és a becsületet is, hogyha az ember ígérgetésekre és a szép kilátásokra hagyatkozik, mert az emberek egy darabig tűrnek, de utána rájönnek arra, hogy valóban alkalmas az ember a képviseletükre, vagy nem. És hát én mai napig őszintének tartom magam, és ezt sokan tudják is, sőt, néha túlzásba is viszem, úgyhogy ezért is mondtam, hogy én pártpolitikusnak nem vagyok jó, de úgy érzem, hogy a városrész és a városért azért tudok tenni, és szeretek is tenni. Attól függetlenül, hogy aztán azért belecsöppentem a pártpolitikába is, mert ugye a mai napig akkor az FK független kisgazdapárt, ma pedig a Kisgazdapolgári Egyesületnek vagyok a városi és megyei elnöke is, természetesen ugye Fidesz tagjaként is. Úgyhogy hát így próbálok meg ténykedni, de egy a lényeg, hogy a pártpolitika az nálam ugye a harmadik, negyedik helyre kerül, mert első Öreghegy, második Székesfehérvár, és akkor utána jöhet a többi. Térjünk rá akkor magára a területre. Milyennek látod most Öreghegy déli részét? Fejlődés alatt van. És én azt hiszem, hogy az utóbbi 2-3 évben minden támogatást megkapunk a városvezetéstől, polgármester úréktól is, arra, hogy valóban utolérjük magunkat. És ahogy említettem már, ugye befejezett a csapadék, vagy a szennyvíz csatornázás, és közel hát 7-8 évvel ezelőtt, és ami nagy gondot jelent még, az a felszíni vízelvezetés, tehát a csapadékvíz csatornázás. Ugye a tervek az útépítésekre, útfelújításokra elkészültek 90%-ba. 73-75 körüli utca tartozik ehhez a Öreghegy déli körzethez. Ebből azt hiszem, tavaly vagy tavaly előtt írtam össze, csak 52-vel van probléma. Tehát ahol valami tennivaló van. Hála Isten, a Sára program keretében tudunk útfejlesztésekre koncentrálni. Azon kívül ugye vannak nagyobb beruházások is. A Sára programban általában ugye nem a gyűjtőutakat, hanem a kisebb utakat tudjuk felújítani. És akkor vannak, mind a fiskális, vagy nagyszombati, zobori, ezek a, vagy nyitrai, ezek a úgynevezett gyűjtőutak. Itt már komolyan, itt már 100 milliókról van szó, hogyha valamihez hozzányúlunk. A lényeg az, hogy ugye az elmúlt években elkészült a fiskális. Ugye a nagy probléma idézőjelben azon kívül, hogy valóban Székesfehérvár egyik legszebb része az Öreghegy, hogy a felszíni víz elvezetés pontosan az adottságából kifolyólag Öreghegy. 3-4 fele megy. Most ezeket mind ki kellett építeni, és van, ami most a Krasznai és az Udvardi útnak a terve is elkészültek, úgy volt, hogy idén, ha pandémia nincs, akkor már tavaly elkezdtük volna. Pillanatnyilag ott tartunk, hogy a Krasznai útnál, a Budai úton készül az átkötés. Most írjuk ki a közbeszerzést a kivitelezésre, és hogyha az elkészül, akkor tudjuk majd kezdeni a Krasznai út, a Udvardi út felújítását is. Mert akkor ugye, ha csapadékvizet nem tudjuk elvetni valahova, akkor gond van, úgyhogy a többi közmű pedig már elkészült. Tehát úgyhogy erre várunk. És idén, illetve tavaly, hát most adtuk át a Poprádi utat, tavaly a Homonnait,
Úgyhogy a többi utca is így folytatódik. Nagyszombatival ugye Fiska is elkészült, szeretnénk a Nagyszombatit is tovább folytatni. Ezek ilyen ütemezett munkák lesznek elsősorban a mi területünkön. Ott a Nagyszombatot majd a járdaépítéssel kezdünk, mert hát ezek mind több százmilliós munkák, és pillanatnyilag ugye a problémát itt is a pandémia jelenti, ugye van egy nagyon jó költségvetésünk végül is, költségvetésbe szerepelnek is ezek a tételek, de sok meg van kérdőjelezve. Ugye a polgármester által összeállított költségvetésbe szerepel most is a Stonfai út, például ez az átkötés, és tulajdonképpen a nyitrainak is a kopó réteggel való ellátása, de ezt kevésnek tartom, és kevésnek tartjuk, de többet pillanatnyilag nem lehetett beállítani a költségvetésbe. Majd májusban, április végén májusban, amikor készül a múlt évi zárszámadás, akkor látjuk, meg akkor meglátjuk, hogy alakul itt a vírus helyzet, és hogyha az iparűzési adó bevételünk elsősorban ugye nálunk az a fő saját bevétel, úgy alakul, akkor esetleg a polgármester úr is rá tud bólintani arra, hogy akkor még egy-két utcát be tudunk tenni. Nem véletlen, hogy a közlekedésről kell ennyit beszéljünk, hiszen amellett, hogy kertváros, azért nagyon forgalmas útja is vannak. Említettük már a fiskális utat, ami már szépen megújult, de beszélhetünk a Zsolnai útról, ahol nem olyan régen egy új körforgalom került kialakításra, de lehet szó a Nagyszombati útról, ahol pedig tudom, hogy a sebesség miatt panaszkodnak időnként a lakók. A körforgalom mennyire vált be a Zsolnai úton? Bevált a körforgalom. Nem is azzal van a gond, hanem tulajdonképpen ezek az utcák, ez a Nagyszombati, tehát amíg a Budairől, tehát a hetesen a Stráda felől jönnek be, a Nagyszombati fele Egér útnak használják sokan, tehát menekülő útvonalként is egész ugye 8-as fele mennek Zsolnai, Pozsonyi, és akkor úgy mennek tovább, és úgy a Kadocsa felé. A probléma ugye az, hogy a Nagyszombati út mellett van egy murvabánya is. És a lakók ugye nem szeretnék az átmenet, tönkreteszik az utat. Tehát van súlykorlátozás kitéve, de valószínűleg, amíg a kamerarendszert nem építjük ki, ott problémák lesznek. Sebességkorlátozás is van, azt meg mi se szoktuk betartani, tehát a lakók is azért ebből udasak. De summa summarum a lényeg az, hogy ezek az utak nagyon fontos gyűjtőutak, és ezeket valóban mindenhogyan fel kell újítani. Visszatérve, ugye a körforgalom is ebbe csatlakozik be, ott a Zsolnai-Pozsony út találkozásánál. Valóban megkönnyíti, ott balesetveszélyes volt, úgyhogy az ilyen szempontból bevált. A Pozsonyi úton a másik probléma, ugye ott van egyetlen oktatási intézményünk, a Kossuth iskola, ugye, és tulajdonképpen az szintén egy balesetveszélyes hely, bár ugye kiraktak egy olyan lámparendszert, ami hogyha valaki gyorsabban megy, akkor pirosra vált, ugye a 30-es táblát illene betartani, úgyhogy azon kívül, tehát a pozsonyi Zsolnaival ezek a gondok, azon fel kell újítani, persze az is terve van véve. Ott már ilyen közmű fejlesztésekkel végeztünk, hála Isten, azzal nincs gond.
ott már csak időzőjelben, ugye az úthelyreállítás és a járdaépítés van. Rohan az időnk, és még két területről természetesen szeretnék beszélni, egyik majd, amivel befejezzük, az a már említett akár kiránduló helyek is, ahol nagy változásra lehet számítani, de előtte egy kicsit Kisfaludról is kellene beszéljünk. Kisfalud milyen helyzetben van jelenleg? Azért gondolkodom egy kicsit, hogy talán mondhatom azt is, hogy bizonyos szempontból irigylésre méltó helyzetben van. Egy önálló kis városrész ott, egy nagyon jó kis közösséggel, és azt is mondhatom, hogy ilyen zsákfalú jelleggel vannak. Ott is a közművek úgy nagyjából rendben vannak, még a csapadékvíz elvezetés és árakrendszer is fel kell újítani egy-két helyen, de úgy rendben lenne. Most már nyílt egy bolt is, élelmiszerből több probléma volt, hogy pár évig ugye nem volt lehetőség helyi bevásárlásra, és egyetlen egy, amiért nem irigylem őket, igazán az a buszjárat, tehát a közösségi közlekedést. Próbálunk ezen is segíteni, ugye 22-es egy buszjárat van. A Budai úton, és hogy megy be, és a Jancsárig pillanatnyilag. Ez az útvonal. Jó hír viszont, hogy ebben az új menetrendben már egy olyan járat lesz, nem is 22-esnek fogják hívni, a Budai úton fog menni, de érinti a kórházat is, és a vasútállomást is. Tehát ez régi probléma volt, hogy két-három átszállás kellett ahhoz, hogy Kisfaludról el lehessen jutni ezekre a helyekre, és persze úgy alakul majd ez az új menetrend, hogy azért a város északi fele, tehát a Videóton fele is majd el lehessen valahogy jutni, és így a fiskális útnál is meg olyan csomópontokat, átszálló helyeket tudunk kialakítani, ahol nem kell sokat várni az átszállásra. Úgyhogy szumma szummárum, öreg vagy Kisfaludon nagyon jó a közösségi élet, és hát ott a közösségi házban működnek különféle klubok is, nyugdíjas klub is, babama klub is, és fiataloknak is van lehetőség. Ott a sportpályán én szeretném, hogyha valami könnyű szerkezetes csarnokkal le tudnánk fedni, hogy fedett hely is legyen, és akkor most felújítjuk még a játszótér egy részét, úgyhogy szerintem azzal nincs különösebb gond. Ahogy kezdtük, hogy próbáltunk ugye végigmenni, hogy milyen témák érinthetik öreket, mert bocsánat, csak van, amit szeretnék elmondani, valamire nincs idő, mert ugye én is hajlandó vagyok leragadni a közmű fejlesztéseknél, de ugye azzal kezdtük, hogy Öreghegynek ez a része is egy lakó és pihenővezet tulajdonképpen. Tehát itt nincsenek zajos vállalatok, cégek, tehát itt valóban, mint ahogy a városrész nagy része, lakó és pihenő övezet, ami azt jelenti, hogy táblázni se kellene, jobb kis szabálynak kellene működni mindenhol, 20, maximum 30 kilométerre lehetne közlekedni, kevesebb lenne a balesetveszély. Tehát ezeknek a, ahogy mondjam, tudatosítása még, amit úgy hátra van, vagy én feladatként fejbe tartom, hogy állandóan mondom is, vagy hogyha lehetőségem van rá, akár milyen médiumban próbálom, hogy ezt tudatosítsuk a lakókkal. Azon kívül ugye Öreghegy, mint szőlőhegy, ugye ott működik a borrend is, tehát szeretnénk a hagyományainkat is őrizni tovább, és ugye Bobori Zoliéknak köszönhetően az a szőlőmunkás szobor ott a
pozsonyi körforgalomba, fiskális körforgalomba évekkel ezelőtt elkészült, hála Isten. Valóban nagyon jól összetudunk dolgozni az Östörmarcsival, és miután ugye Öreghegyen tulajdonképpen a Boriváron kívül van még azért egy csúcsos hegy is, ahol az Aranybulla emlékmű van, és ott van a Millenniumi emlékmű helye is, és része a tulajdon, és jövőre 800 éves évforduló lesz, illetve 1050 éves lesz a város, és ugye ez kötődik a Bulla emlékműhöz is, illetve a Millenniumi emlékműhöz is. Szeretnénk egy emlékparkot a Dónátkápon előtti részen, ugye ott is a homonéjét felújítottuk, megy a többi felújítás is, és összekötve Borivárral egy ilyen a bányatóig ilyen kiránduló útvonalat kialakítani föl a kápolnáig, onnan, ugye, onnan már nincs messze a Milleni emlékmű, ott szeretnénk, ugye, azon kívül, hogy fel kellene újítani az úgynevezett háromágot, ugye azt is fel kell újítani, de szeretnénk egy panorámás kilátót, miután a növényzet benőtte, ugye a legszebb panoráma a városra onnan van, de nem szeretnénk a fákat kivágni, inkább fölé akarunk menni, tehát az utolsó polgármesteri bejáráson aztán döntés született abba is, hogy megterveztetünk oda egy kilátót, és ezt szeretnénk ugye 22-ig megcsinálni, ugyanígy ugye a csúcsoshegynek a felújítása. És ezek valójában a közeli tervek, tehát itt nem is távoli tervekről beszéltünk, hanem közeli tervek. Ezek nagyon közeli tervek, úgyhogy a rábólintás már erre is megtörtént a városvezetés részéről, de hát ugye most sajnos anyagilag még úgy állunk, hogy elsősorban a pandémiára koncentrálunk, illetve tartalékokat, ugye, hát elsősorban ugye működések, fejlesztések, ezek mennek, hát azért a nagyon jó büdzsénk van, mert a 75 milliárd, közel 40 milliárd megy majd fejlesztésekre, 30 ugye az a működtetésre megy, saját erőből is közel 4 milliárdos fejlesztésre lesz lehetőség, ami az útépítésekre megy, úgyhogy nem lesz ezzel különösebb gond, de úgy érzem, hogy a helyünkön vagyunk, még egy kis türelem, és akkor remélem, hogy elégedettek leszünk. Úgy legyen, én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, bízom benne, hogy a tervek valóban megvalósulhatnak, és ezt kívánom az öreghegyieknek is. Kedves nézőink, a Köztér című műsorban Horváth Miklós Csaba volt a vendégünk. Viszontlátásra!